A föld tündérei, a 12 tündér, nagyon fontos lett. Angyalnak mondják, de nagy keverés. De akkor sincs nagy baj. De a földhöz tartoznak, nem angyali lények, éteri minőség, a föld tündérei. Nem asztrális lények. Az angyal az asztrális lény. Föld tündérei. Ezek szegényeink manapság nagyon kerülik az emberrel való találkozást, annak ellenére, hogy ránk vannak szorulva, ránk vannak utalva. Mert rettegnek a megüresedett tekintetektől. Attól az a legnagyobb riasztó számukra a megüresedett tekintet. Attól elbújnak. Elő se már bújni. És kiürült félelemmel teli élet ezt messziről a vibrációját leveszik, úgyhogy remény sincs a megértésre és kommunikációra, vagy megértetésre, vagy együttműködésre. A tündérvilág legnagyobb ellensége a kiüresedett tekintet. Amikor a tündérek megjelennek, amúgy most megint majd kérdezik, hogy melyik, az irdatlan mennyiségű mesekönyve, ami megjelenik, a sok félhámosság, de láttam már olyan tündérrajzokat, ami majdnem fette a megjelenést. Blanka, az én Blanka lányom a döntőbira, megmutatom neki, azt mondja, nem rossz, de a világban azért nem egészen így van. Elmegy, még elcsúszik, nem rossz, de nem így van, mondja. Múltkor Edi is hozott valami törpés nagy könyveket, Blanka megnéz, azt mondja, nem így van, nagy, nem, csúfok ezek. De nem az én lányom, a mostani gyerekek közül 10 közül 8, nehogy félreértés legyen. Amikor apuk azt elviszi a pszichológushoz utána, meg a de hülye vagy kisfiam, akkor a gyerek bezár. Avval az apukával többet ebben az életben nem beszélget. Tanítónén is, lenullázva. A Blanka jött haza az iskolából, már biztos meséltem, mondja, hogy a tündéres mesét olvasott a tanítónéni, délutáni tanítónéni, minek hívják napközisnek, és a gyerekek kérdezték, hogy tényleg van-e ilyen, és azt mondta, hogy ilyen nincs. Azt mondja a Blanka, hát azt mondta a tanítónéni, nincs, ilyen nincs, azt a kettő van a kártbe. Na most innen kezdve ki miről beszélget a... De ennyire buta nem lehet egy tanítónéni, ha ma azt mondja, hogy ti mit gondoltok, akkor meg van oldva, ha ő hát így nőtt föl, hát ki lett azon nyomba, ez is nitrátot cseppentettek a szemében, amikor megszületett, ez a nemzedék, hát az azért cseppentették, hogy ne lásson semmit. Ez is nitrátot anyukák már nehogy beengedjenek cseppenteni szembe, mikor születik a gyerek. A MÁV kórházban, amikor született a gyerekem, mondtam a nővérkének, hogy ez is nitrátot nehogy be. Ezért legtöröm a kezét, ha már hozza az üveget is. Azt mondja, nálunk mi nem, ott 3 éve szüntették meg. Úgy adta elő, mintha sohasem nem csinálták volna. 40 évig csöppentette ugyanaz a nővér. Na arra vigyázni, mert még nagyon sok kórházban erőködnek az ezüstnitráttal. Az arra van, hogy az a gyermek soha ebben az életben ne lásson semmit. Aki megkapta az ezüstnitrátot, annak nagyon nehéz visszahozni. Mikor az első fényt meglátta a világban, mindjárt kapott egy kis ezüstnitrátot, az jó arra, hogy tudja, hogy hova keveredett. Amikor ilyet erőtett ez a jakobin világ, mert hogy a fertőzés, meg akkor mindig tudnék, hogy egész más van mögötte. Szóval, amikor a tündérek megjelennek, na, innen kalandoztam el, egy egészen érzéki illat felhő van, szépség és a szeretet és a boldogság sugár árad. Ha nem is látjuk, a nem látó embernek ezek az érzetek jönnek, innen lehet visszafejlődni. A nyugalom nem látja a szépet, csak érzi, hogy árad a szépség. Ez nagyon nehéz megfogalmazni. Nyugalom és egy ilyen elképesztő finom illat. Lehet gyakorolni, mondjuk a menta mellett megkéred, hogy a menta tündére jöjjön, és akkor a menta illat elkezd szépen emelkedni. A földi világhoz 12 tündér, magas rangú tündér tartozik, mert rengeteg tündérke van. A ember számára átláthatatlan. Maga a hierarchia is nincs az orrunkra kötve. 12 magas rangú tündér van. Van itt valaki, mikor a
a tihanyi kurzus volt, az már igen régi, már lecserélődött a csapat. Na, az egy nagyon érdekes jelenet volt, amikor hát a tihanyi kurzuson két érdekes jelenet volt. A boldog asszony az altemplomba több mint 700 éve nem zengett. Kifurmánykodtuk, hogy mi oda reggel 7-kor lemehessünk. Dudaszó, olyan energia szabadult el, hogy én nem bírtam, én ott hagytam a csapatot, kijöttem. Elfutottam le vissza a táborba. Eszméletlen, beindult minden. A másik, meg kimentünk a Balaton főtündére, ami a Balatonra vigyált, az ott lakik a Tihanyi félszigeten, egy gejzír kubba, és mikor mentünk engesztelni, kiengesztelődött, és megbocsátott mindenért. A Vikkent házakért, ami bele van lóva, a szennyvízért, mindent. A Balaton elkezdett ilyen csillogni. Olyan volt a Balaton, az délután volt, mintha hajnal lett volna, hogy elkezdett csillogni minden újra. Na, a Dudás, még a sztorihoz hozzátartozik, a Dudásunk, aki először volt velünk akkor, de nagyon jó Dudás, nem kellett neki semmit magyarázni, hogy mi van itt, hogyan. Kicsit meglepődött, hogy működik a boldogasszony, attól is, mert ő nem szokta Dudán játszani a boldogasszony. És a tündérné azt mondja, most kezdem megérteni, azt mondja, én egy drávai öreg Dudás, dráva ment öreg Dudástól tanultam, és kérdeztem tőle, hogy honnan tanult dudálni, vagy honnan tud. Azt mondta, nem tudom milyen Laci bácsi volt, hogy hát a tündérektől. Hát honnan tanultam volna? Vagyis nem a válasz valahogy így volt, hogy honnan tanultam volna? Hát a tündérektől. Mondta Laci bácsi. Na, tovább menve. Akkor vegyük a 12 tündért, aztán utána megyünk hozzájuk. Az első, nagyon fontos, az életünk is megváltozik azon jobb, amikor megértjük, hogy ezeket az energiákat, hogy mi valójában mi működtetjük. És mi miattunk vannak beszorulva is. Az első a bőség és a bővelkedés tündére, mindjárt itt a Föld nevünk. A Föld nevünk bőségnek és bővelkedésnek kéne lenni. Az első főtündér a bőség tündére. A bőség a bővelkedés áradásának a tündére. Aranyba öltözötten csillag koronával szokott járni. Hát ezt most így mondom, hogy öltözött egy aranyszínű vibrációs éteri minőség, és fején csillag korona. Ilyet nem mondtam, hogy 12. A bőség tündérei, ők a boldogság és a szeretet gondozói itt a Föld nevű játszótéren. Égi áldással működik mind a 12 tündér, és égi áldással készek a tanításukat átadni. Égi áldással működnek segítségüket és tanításukat átadni, ha valaki kész azt meghallgatni. Mint a tündérvilág egésze, ők nagyon diszkrét lények. Ezek a főtündérek még a tündérvilág egészénél is diszkrétebb lények. De amióta az ember a pusztítás tetőfokán tombol és dáridózik, azóta még visszafogottabbak, nagyon ritkán jelennek meg, és csak arra alkalmas ember hívására. Energiájuk, ha étertestre lebontjuk százalékra, akkor 500-1500%. Onnan tudjuk, hogy főtündér van. Azt már így nem tudjuk mérni, azt már csak így ebben a függőleges technikával. Gyakran kötődnek az egyszarvúhoz, vagyis nagyon, nem tudom jobban mondani, valamiféle viszony van az egyszarvúval a tündéreknek a hierarchiában. Host, légy szíves, föl akarok írni egy internetszám. Sose néztem meg, mert én ezt be se tudok kapcsolni, csak tudom, hogy ezen nem hülyeség van. Ez a három klasszikus V. Ezért írtam le, hogy ambar kötője, Eldaron. Nem tudom, mi van rajt, csak az emberek, akik csinálják, azokat tudom, hogy kik azok. Franciául, meg angolul is van valamennyi, azt hiszem. De franciák a figurák. Vagy hát egy fiú van mögötte, akit ismerek, és az tudom, hogy mi az. Bevizsgált egy darab, igen. Na, a bőség és a bővelkedés tündérei gyakran szegődnek arra alkalmas művészek mellé, imádják a harmonikus zenét, minden, ami diszharmónia, attól menekülnek. A szeretet bőségének áradásában tudnak a legtöbbet segíteni az embernek, ha megkérjük őket. Kérés nélkül ők csak akkor avatkoznak be, hogyha igen nagy baj van.
A szeretet bőségének áradásában tudnak a legtöbbet tenni, de mindig az ember függvényében. Arról soha ne feledkezzünk. Annak a szeretetnek az áradásában, amit elveszítettünk. Áradnak belőlük a jó tétemények azok felé, akik erre kérik őket. A kulcs mindig ezzel a világgal való, az elementál világgal való kapcsolatba vagy viszonyba a teljes bizalom. A bizalmatlanságnak a szikráját messziről megérzik, és akkor esély sincs, hogy szóba álljanak velünk. A bizalommal való kérés ad a kulcs, és utána hagyni, hogy hadd végezzék a dolgukat. Egyszerűnek tűnik a dolog, de a ma embere a görcsei miatt nincs bizalommal. Ezek a tündérek azt is mondják, mind a legnagyobb tanításuk, hogy a bőség az állandóan árad, egyedül a kétség apaszthatja el. Kétség. Magyarul a kétség, az mi a kétség? Amikor a szellem, lélek, fizikai test hármas egységéből egyik már megrogyott, és csak kettő maradt. Inkább a kivetített képet, igen. És a rovás írás vibrációját, azt érti. De ha valakinek csak úgy működik a kép kivetítés, hogy közben mondja is, hát mondja, csak a fejét is hagyja el a kép. Szóval érthető ez az egyik legfontosabb tanítás, hogy a bőség áradása az folyamatos a teremtés rendjébe, egyedül a kétség, ami lezárja az ajtót. Azt mondják a bőség tündérei, hogy ne húzzátok ki a bizalom alól a talajt, mert ezzel érvénytelenítitek a kéréseteket. Elbarikádozzátok a bőség áradásának útját. Már tegnap emlegettem, hogy minden tündér egy energia, és azt az energia az poláris. Hogy melyiket használjuk, ha elbarikádozzuk a kétséggel, akkor mi az ellenpárja a bőség áradásának? A nyomorúság. És akkor az fog áradni. Lehet járni a tanácsra gyorsegélyért. A nyomorúság az természetesen koncentrálódhat a szív, a lélek és a szellem nyomorúságára, ez anyagi szinten természetesen megjelenik. De nem az anyagi szinten van a nyomorúság oka. Ott zár. Mikor a tündér azt mondja, hogy elbarikádozzuk az áradást, akkor a szív, a szellem vagy a lélek szintjén barikádozunk, és az persze megjelenik az anyagi világban. Tudni való, hogy a nyomorúság még nagyobb nyomorúságot szül, ha nem képtelen kinyitani, általában a szív szintjén akad el a történet. Ilyenkor a bőség áradásának tündére gyakorlatilag ugyanaz az energiának a másik poláris energiáját, ugyanazt az energiáját működteti emberi kérésre másik irányba. Ennyi. Vagyis nagyon gondoljuk át nemleges és igenlő vágyainkat, kívánságainkat, mert a bőség áradásának energiája semleges. A polaritását az mi alkotjuk meg, ők áraszták, amit kértél. A másik fő tündér a bizalom, a bizakodás, a reménység, a reménykedés tündére. Megjelenése vagy öltözete, mindegy, hogy melyik szót használom, nehogy direkt beértsék, az ég kékében szokott égszínkék öltözetben jelenik meg, és buzavirág koszorúval. A buzavirág elixírből, aki azt ismeri, az már tudja, hogy miért van éppen buzavirág koszorú a fején. Valahol én ezt leírtam egyszer a buzavirágot valami országépítőben, nem? Ez persze mind finom ételi minőségben. A bizalom tündérének világa, vagy világuk, bizalom tündéreinek világa, a szépség világának műveléséhez hangolt. A jelenség igen érzéki, de hihetetlen erőt sugároz. Mindegy gyönyörű érzéki, égszínkékbe öltözött hölgy, buzavirág koszorúba, vala fejét, de mégis erősugárzik a tekintetéből. Van ilyen, ritka, de van. Szép köveken és szép sziklákon lakik legszívesebben. Azért, hogy üzenje, hogy az élet a bizalom kövein, bástya kövein kéne fölépüljön. Ezért hajlandó köveken tanyázni. A bizalom tündérének átfordított, ember által átfordított energiája a kétséggel és a gyanúval élés. Erre azt üzenik ezek a tündérek, ez minden kaput bezár előtted. A kétséggel és gyanúval élés
bármilyen szinten minden kapu csepp leelesztik, áthatolhatatlanul bezár. Nagyon szép és jó meghívni a bőség és a bizalom tündérét, de sokra nem jutnak velünk, ha nővérüket, közvetlen nővérüket, a hála nővérét nem hívjuk. Próbálom itt cifrázni a Stiglitzet, de ezt akarom kihozni, mint energiarendszer, ha hiába hívjuk bármilyen bájosan ezt az első kettőt, ha utána nem hívjuk a hála tündérét, akkor sokra nem mentünk. Mert a hála tündére az a felismerés, a megismerés kulcsát is hordozza. Addig semmiféle valós ismerethez számodra, a te életutadod támogató valós ismerethez nem juthatsz, amíg a hála nem kezd a szemedbe csillogni. Az elismerés és ez a hála és elismerés az egészen nem a tündérig kell csak jusson, hanem föl a teremtőig. Mindennél hála, háborgás helyett hála, ez a kulcs, a klasszikus kulcs, háborgás helyett hála, itt a föld nevű mindenért, amit már kaptál. A hála tündére az leírhatatlanul gyönyörű, szép, zöld árnyalatú öltözet, vagy megjelenés, a pirkadat első fényében fellelhető zöld, inkább így mondom, repkény koszorúval, vagy hajkötővel. Azért fontos a hála tündére, mert itt közvetlenül tetten lehet érni, hogy a tündérvilág is adományokból él, az ember szív adományaiból. Ha nem kapnak adományt, akkor a létük is veszélybe forog. Ez a titkok titka. Ennélkül nem is élhetnek. Hogy mondják ezt? Pályázat. Kell pályázzanak. Kapjanak egy kis adományt. Aztán vagy gyű, vagy nem. Amit a lovagon elmondtam, hogy ez a visszahatás alaptörvénye, hála érzetünkkel, köszönetünkkel tudjuk elindítani a világmindenség első alaptörvényét, a visszahatás törvényét. Addig ez nem működik. Sokan mondják, hogy imádkoztam, kértem, rimánkodtam, soha semmire nem kaptam még választ se. Ezt én úgy állandóan hallom. Csak hogy ezek az emberek még nem is gondoltak a hálára. Vagy a köszönetre. Az én kurzusaimra nem az utca embere jár. Általában itt válogatott legénység és lányság van, de mégis, mikor egy magasrendű helyet elhagyunk, a legtöbben nem köszönik meg, hogy fogadott bennünk a hely. Arról valahogy el van mindig feledkezve. Jó volt, szép volt, járt nekünk, megyünk haza. Köszönet nincs. És akkor figyelem, általában valaki veszi a lapot, és akkor megköszöni mindenki. Na, még ez a szerencse, hogy van a csapatban mindig egy-kettő, aki a többiek nevében is megköszöni. Többi már fut le, már a hat emeletes szendvicsné van, meg szomjas, meg fáradt, meg pisilni kell, és le vagy szarva, sárkány, tündérke, egyszarvú mindenki. Én is szeretnék egyet pissenteni nyugodtan. Rendben van, ezért vagyunk a földnevünk, csak közben pissentés között előtt még mondja, hogy köszönöm, hogy följöhettem a tátikára. Templomból is, igen magasrendű helyekről az emberek köszönet nélkül jönnek ki. A pécsi kurzuson nem volt tervevéve, de elmegyünk a gyűd, az úgy van programozva, hogy az az anyukák helye. Az a gyerekkérő hely. A észak-déli hartmanok, amelyik mind átmegy a templomon, annak bármelyikére állva kéred a gyermeket és jön. Kelet-nyugati nincs is. Nem kell mérecskéni, mind meg van jelölve a templom. De lehet, hogy nem bucsukor a legjobb, mikor ott mindenki bazsevál, hanem akkor nincs senki. Na, hol tartottunk? A hála tündérénél, ugye? A hála tündérei azt üzenik, hogy a hála és elismerés a köszönettel, a köszönömmel van harmóniában. Egyre többen vagyunk, akik megszokják, hogy kapnak, és a köszönet nélküliségükkel az ellenkező energiát szabadítják magukra. Ilyenkor a sors nevű intézmény vagyon elkobzással, stb. Baleset. A köszönet nélküliségben aztán nincs köszönet. Na hát, jön az. A köszönet nélküliség szintén keményen zárva tartja a kapukat. A hála tündére tartja itt a föld nevűn maga felügyeli a kegyelem áradásának kapuját. Szintén a kegy és a kegyelem mind a kettő állandóan árad, csak az ember tudja bezárni a
kegy és a kegyelem előtti áradást. Jelen pillanatban olyan világot élünk, ami az emberiségnek még soha nem adatott meg, hogy minden megbocsátatik, ha azt önmaga kéri. Minden. Hát emberiség ellenes, meg asztrál világba bekeverés, meg gyilkosság az nem. A hétfő bűn nem. De az, hogy ami a mi szintünkön megettem a torkosság, meg a veszekedtem a gyerekkel, meg lekevertem egy pofont a gyereknek, nem tudtam, hogy anyukaként ezt nem szabad. Még egyedül élő anyuka se, akit apukát valahol eldugiszálta, vagy nem tudom, mit csinált vele, az se ütheti meg a gyereket. Azon nyomba karmikus terhet ró a családra. Nő nem üthet meg gyereket. Apuka dolga, de az is csak segre. Arcul, az is az, aki pofon üti a gyereket, saját magára akkor az karmikus terhet, és az egész családra, hogy alig lehet belőle kikeveredni. Seg, csolnakot és gyermeket hátulról lehet irányítani. De nőnél ez a legsúlyos. A gyermek arcul ütése nőként onnan kezdve kapuk bezárva. Ha rájön és kéri a megbocsájtást, na, ilyen szintűekre gondolok, és egyéb, amit mi elkövetünk naponta. De ezt jó tudni. A negyedik a jámborság tündére. Ez nehogy valaki azt így sorrend. Csak én, hogy 12, így írtam le. Lehet fordítva is írni. Nem négyes számú versenyző. A jámborság tündére talán az egyik legnehezebben megjelenő tündér. A legóvatosabb, elképesztő finom rózsaszín látság, szelítség, csipke rózsa hajkötővel. Ugyanolyan a öltözete, mint a csipke rózsa színe. A jámborság tündére a nyugalom és a megértés őre. Tegnap a seprűzanótosba gyönyörű szalamandrákat láttam, ami a gyermekkorunk szalamandrái. A szalamandra az a kaszálógép, a gyomírtó, és nem tudom, szinte kiirtotta, a szalamandra küldetése az emberi nyugalom megőrzése. Ahogy a szalamandrát kiirtjuk, a nyugalom eltűnik. Plusz a szalamandrának még az a küldetés, hogy a gyermek képzelő erejét emeli. Ha a gyermekek viszonya a szalamandrával hihetett, ha csak meglátja, a képzelő ereje fantasztikusan elindul a gyereknek. Az a gyerek, aki még nem látott szalamandrát, vagy nem kommunikált vele, így annak a képzelő ereje elég gyenge. Nem az internet, meg a számítógép előtt fog a képzelő erő, a szalamandra, az a küldetése a szalamandrának. Na, de most, amikor ezeket mi kiírtjuk a világból, akkor mi marad nekünk? Úgyhogy a felnőtt embernek a nyugalmat hozza, valószínű a tündér alá vannak rendelve mind a szalamandrák. Erről jutott eszembe. És az imaginációt, vagy magyarul a képzelő erő. A jámborság, a jóságosság, a belső béke tündére, szelíd édes tündére, inkább így mondom, a jámborság, jóságosság, a belső béke, szelíd édes tündére, a nyugalom és a megértés őre. Illata és ereje, ami árad belőle, a nyári estéken érhető leginkább tetten, elsőre, aki ezt először gyakorolja, nyáron, már mikor sötét van, de még meleg van, és az az illat, és az az állapot, mikor egy nyugalom áll, mikor ugye az ember még ülne a kertbe egy darabig, akkor a jámborság tündérét akkor lehet hívni. Az az illatanyag, ami ilyenkor van nyár estén, az az övé. Az övéhez közeli. De ő is köteles bemutatni energiájának másik pólusát, ha azt akarjuk működtetni. Ez számukra kötelesség. Ez háborgást, nyugtalanságot, hánykolódást, tömeg és társadalmi agitációt jelent. Aki kimegy a Kossuth térre hadonászni, az már nem a jámborság tündérével. Hát ezt még sorolhatod, ameddig akarod. Nyugtalanságot, háborgást, hánykolódást, tömeg és társadalmi agitációkat. Mert ezek mind szétverik a belső erőket, és beáll az egyensúlyvesztés.
Ha úgy érezzük, hogy eltávolodtunk a belső békénktől, akkor nyugodtan hívjuk a jámborság tündérét. Köteles érkezni. Azt üzeni a jámborság tündére, ha azt érezzük, hogy elveszett a belső béke, akkor álljunk meg néhány percre, rendezzük a gondolatainkat, és ő már is ott van. És azon nyomban meg lehet tapasztalni, hogy mennyivel felsőbbrendű ez a jóságos belső béke, mint a háborgás. Egy perc alatt meg lehet tapasztalni, hogy tízszer akkorára jár. Az ötödik tündér, kiengesztelődés vagy kiengesztelés, kibékítés, újraszentelés tündére. Áttetsző ibolya öltözet, nagyon egyszerű áttetsző ibolya öltözet, arany hajkötővel. Úgy, ahogy a gyerekek rajzolják. Egyszerre magasrendű nagyszerűség a megjelenése és az egyszerűség. Egyszerre magasrendű nagyszerűség és egyszerre egyszerűség. Nagyon sokat dolgozó tündér. Talán a főtündérek közül a legtöbbet dolgozó, mert nélküle pokollá válna a világ. Nagyon kemény is tud lenni. Ennek ellenére, hogy egy hihetetlen magasrendű megjelenésű és egyszerű, hihetetlen keményé válik, ha polaritásának másik felét kezdjük működtetni, és a kiengesztelődés vagy engesztelés helyett a viszályt kezdjük, tündér másik arcát, a viszályt hívjuk. Ezért kaptam én a kórházba pont ide passzoló üzenetként, hogy te jókomám, ne légy annyira büszke, te balfék, bunkó, hogy nem veszekszel te. Hát az semmi ember. Szó szerint ez jött proli szint fölött vagy egyen. Arra nem lehet büszkének lenni. Engesztelni. Akkor is, ha nekem volt igazam, akkor is engesztelni. Annyira nehéz ennek a tündérnek a dolga, hogy átfordítsa ezt az energiát, amit a viszály és a veszekedés és az ellenségeskedés szül a kiengesztelődés helyett, hogy legtöbbször hívnia kell segítségül kedves barátnőjét, a barátság tündérét. Már egyedül nem bír a figurákkal. Többnyire együtt is érkeznek már előre. Amikor a kiengesztelődés még nem érett meg bennünk, addig többnyire habozunk meghívni a barátság tündérét. De amint ebből tudunk engedni, akkor mindkét energia minőség, a kiengesztelődés és a béke tündére is azon nyomba hozzáfér az ember szívhez, és már munkálkodik is, teszi a kötelességét, a küldetését. A barátság tündérének öröm a lélegzete, onnan lehet felismerni. Öröm érzet a lélegzete. Jelen pillanatban, ha magyarság örömmel élne a világba, örömérzet hagyná el, napi örömérzet a magyarság, itt így pörögne az örömérzet fölfele, akkor megmenthetné a világot. A magyarság tömegeinek nem hagyja el hosszú-hosszú 10 éveken át örömérzet a lelkét. Ezzel sújtja a világot. Már rég megtanultak volna magyarul. Ha mi örömmel érnék, nyögvenyelősen, de már kezdenének tanulni magyarul. Majd egyszer, nincs messze, már majd nyögvenyelősen, dünnyögve meg kell tanuljanak magyarul. Világító narancs az öltözete. Élénk, világító, persze teljesen áttetsző az öltözete. Sarkantyúka a hajkötője, sarkantyúkából való. Sarkantyú virág. Vagy virágzó sarkantyúka. Szépséges arca fölött a homlokán sarkantyúka koszorú. Szemeiből az intelligencia és az értelem sugárzik, a másik iránti felfogó képességgel és elfogadással. Ennek a tündérnek a kovásza nélkül semmilyen élet nem bontakozhat ki teljességében. A barátság az egyik legnagyobb talány. A görög filozófusok is, a klasszikus görög filozófusok is csak suttogni mertek róla, hogy mi az. Egymás között. A barátság tündérének életereje nagyon precíz vagy pontosan megjelölhető határokig hat, mert szeretetének ereje csak úgy működik igazán, ha mások életmódjának, életvitelének
és a szabad akarat végtelen tiszteletével együtt jár. A barátság tündéreinek behatárolta működése, van egy precíz határ, amit nem hághatnak át. Minden küldetésük, minden jó indulatuk ellenére ezt a határt, amit az ember húz meg, de akkor nem tudnak működni, ha a mások életmódjának, életvitelének, gondolkodásának és szabad akaratának végtelen tisztelete nem jelenik meg. Csak így tud elszakíthatatlan kötelékeket teremteni a másik ember között. Ha a másik ember tiszteli a másságot, nem mind a liberók mondta másságot, hogy én tisztelem a cupákevőt is, akkor is a cupákevő barátom, van egy ilyen cupákos barátom, sokszor mesélek róla, magasrangú intellektuel, felesége megpróbált kivenni pár cupákot, 8-at szokott a bablevesbe rakni, kicsempészni, hogy egyesével lefogyasztta talán egy pár év alatt, mikor észrevette, hogy az első hiányzik, még többet rakott bele. Nem is tudta megenni, az egész lépcső az azt tette hetekig, már nem a lábosba egy belekocsonyásodott annyi. Úgyhogy csak lassan a cupákkal. Nagyon tetrekész cselekvő tündér, ha a kiengesztelődés nehézségekbe ütközik, akkor a barátság tündére nagyon tetrekész. A hetedik te magad légy a barátságnak. Hát te talált ki, nem mondd el. Amit elmondtunk, ez a határ. A másik ember meg akarom változtatni, amikor úgy szeretném, hogy úgy viselkedjen, ahogy én szeretném. Hát nem fog úgy viselkedni. Nem fog úgy viselkedni a férj, nem fog úgy viselkedni a feleség, nem fog úgy viselkedni a gyerek. Ha ezt nem tudom elfogadni, akkor remény sincs, hogy úgy viselkedjen a gyerek, ahogy én szeretném. És a férjem uram se, meg az asszony se. Most mit lehet? Agyoncsapom, vagy hívom a barátság tündérét? Na, még a hetediket. A hetedik az újjászületés tündére. Aurája, vagy amikor megjelenik a frissesség illata, összetéveszthetetlen frissesség illat és érzet árad belőle, hosszú fehérben, egyszerű hosszú fehérben, jázmin koronával. Ő akkor érkezik, még hívás nélkül is, de jobb, ha hívjuk, mert ez a dolga, akkor érkezik, ha olyan érzelmek árasztanak el minket, amelyekkel semmit nem lehet már kezdeni. Olyan negatív pördületű örvényt gerjesztenek már az érzelmeink, amikor erőtlenül már leeresztettük a karjainkat, ekkor ő köteles még menteni a menthetőt, de ha ilyenkor hozzáfordulunk bizalommal, akkor látványos a változás. Tegnap már ugye megbeszéltük, hogy az egóba az érzelmek az a teremtőtől kapott kincs, mert a jelenben gyakorolt érzelmeink, ő lehet tudni, hogy mi lesz a jövő. Úgyhogy nagyon gyorsan érdemes változtatni rajta. A gondolat ma már, mintegy 15 éve közvetlenül tettnek számít. Ha megfordul a fejemben, hogy fejbe csapom mégiscsak az asztalt palacsintasütővel, de mégis olyan jól nevelt vagyok, hogy mégse csapom fejbe, akkor erre 8 másodpercen van, hogy ezt korrigáljam. Mert annyi, hiába nem csaptam fejbe, annyi, mintha fejbe csaptam volna. Érthető? Ilyen nagyon egyszerű példám. Palacsintasütős példám. Általában azt hiszik az ember, hogy ő aztán milyen jó nevelt, mégse kevert le egyet neki. Ugyanannyi, mintha lekevert volna neki egy. Hát, ha 8 másodpercen belül tudod semlegesíteni egy pozitívval, vagy jóval, az rendben van, de mondom, erre 8 másodperc van, hogy elmenjen, és beépüljön a világegyetembe, vagy a tükörreflexes masinába. Utána sokszorosával lehet egyenlít. Sokszorosa. Egy nem elég. Az újjászületés tündére őrzi a legegyszerűbb gyógymódokat, amik az én személyes kedvenceim. Az egyszerű gyógymódokat, amit mindenki meg tud csinálni, viszonylag minimális pénzbe kerül, vagy semmibe, mert agyagot mindenki tud szedni meg, stb. Az újjászületés tündére kezében van ezeknek az egyszerű gyógymódoknak a kulcsa. A gyógyfüvek és más gyógyírek a test és lélek számára
Minden, ami a legegyszerűbb, azt ő őrzi. Gyakorlatilag az elixír készítők tündére, ha már itt tartunk, elixír táborba. Valamint az álom nagymestere is. A regeneráló, az újjászületést hozó álom, hogy reggel nem fáradtan esik kepesztet ki az ágyból. Ha el tudjuk engedni magunkat, akkor, mint gyermekkorunkba, rábízva magunkat, nyugodtan rábízhatjuk magunkat, de csak akkor tud segíteni, ha elengedjük magunkat. Kitárt karú elájulás a földön, hanyat fekve, akkor jön az újjászületés tündér. Ha el tudjuk magunkat így ereszteni, akkor kitárt karral aludni, mint a gyermek, akkor reggelre már tud dolgozni rajtunk egy éjszaka. De amíg görcsölve kapaszkodok a kispárnába, meg fölve húzva a nyakig a combom, addig nem fér oda. Na, jó van, nem cifrázom tovább majd estére. Az életöröm tündére maga 8-as számmal indul. A felvidultság vagy a vigasság is ő hozzá tartozik. A vigasság, az életvidámság, az életöröm tündére. Nem meséltem el? Már délelőtt beszéltünk az életörömről, nem? Amikor megjelenik az életöröm tündére, akkor maga az elevenség, az élet elevensége jelenik meg, gránátalma színe, színű a vibráció, vagy a, mondjuk az, hogy a ruhája, vagy a rokonyája. A gránátalma színű rokonya, amiből több ezernyi apró tűzijáték cikázik jobbra-balra. Feje körül lepke seregek. Száll a hajzata, és a szálló lebegő hajzatában, és körülötte lepke, színes lepke seregek. Az életöröm az mindig kíséri az újjászületés tündérét, amit megbeszéltünk. Mindig utána jön egyből. Ha azt már meg tudtuk hívni, akkor az életöröm tündére az érkezik. Mert az élet egyes egyedül örömként akar élni, semmi másként. Vagy úgy akar megjelenni. Vagyis mit akar ezzel üdvenni a tündér, hogy csak az életörömmel párosul a boldogság és az egészség. Csak az élet örömmel rendelkezők boldogok és egészségesek. Azt beszéli ez a tündér, hogy ő úgy látja, hogy az emberek a boldogság helyett végtelen variáns, vagy végtelen szálakból végtelen gombolyakokat fűznek maguk közé, maguk köré. Szétszedhetetlen bonyolult gubancokat szőnek. Annyira bonyolult, hogy már átláthatatlan. Az életöröm tündére mosolyra fakasztaná az arcokat, ha belül nem tartanánk jól meghúzva ezeket a csomókat. Ha az életöröm tündére megjelenik az újjászületés tündére után mindjárt, többnyire már ott sántánkedik mögötte a felszabadultság tündére is. Könnyen van ilyen, hogy megjelenik. Egyszer beszéltem valamelyik előadáson amikor a fa üzenetét először elmondtam, a fa egy az egybe megjelenik. Többnyire együtt jönnek, és együtt próbálkoznak azzal, hogy megadjuk magunknak, vagy megengedjük magunknak, hogy a szívünk életörömmel töltődjön fel. Ez csak rajtunk múlik, hogy megengedjük-e magunknak, vagy nem. Vagy inkább görcsölünk tovább. Görcsölünk, szorongunk, félünk. Hogy nem lesz hónap mit enni, és a hűtőládát telerakjuk dögröt csirkével alul. 9. tündér, a felszabadultság tündére. Milyen ruhája van ott? Aranysárga. A felszabadultságnak aranysárga az öltözéke, amely a nyári meleg, a nyár melegségét és a nyári szellő melegségét sugározza. Olyan arany, amiből ez jön. Olyan lebegő arany, éteri arany. Kalászfonat a fején.
kalász. A felszabadultság tündére igen nagy termékeny hatalommal van felruházva. Így a minden dolgok termékenyre fordításának is igen nagy tudója. A legnagyobb görcsünket is termékenyre tudja fordítani. Nem tudom jobban mondani, vagy érthetőbben, minden dolgok termékenységre fordításának a legnagyobb tudója. Ha az élet nem szépségeivel ellátott számunkra, akkor nyugodtan forduljunk hozzá. Hívjuk meg. Sokak és nagyon sokat köszönhetnek neki, sokak és sokat, akik bizalommal fordultak hozzá. Vagy bizalmukat adták néki. Amikor bizalmunkat tudjuk adni, feltétlen bizalmunkat tudjuk néki adni, akkor körülöttünk minden átalakul. Akkor körülöttünk minden vonzó és a mély szépséget fogja sugározni. De ellentétje, igen, mivel igen nagy energiákkal rendelkezik, az élet fonalát is képes elvágni. Ha a felszabadultság tündérének energiáját másik irányba működtetjük, akkor akár az élet fonalát is elvághatja, megint a küldetésünk teljesítésétől teljesen el tudunk szakadni. Más irányba megy az élet. Vagyis végleg a tudatunkon kívülre esik a küldetésünk, hogy miért jöttünk a Föld nevű játszótérre. Ezt nagyon fontos tudni, mert a felszabadultság tündérének a kötelessége ápolni és újraépíteni körénk a lehetőségeket is. Amikor ezt nem engedjük meg neki, akkor nem tud mit csinálni. Akkor tudja körénk építeni a lehetőségeinket, ha jó úton járunk. Ha arra megyünk, amiért jöttünk. Sokan szokták tőlem kérdezni, hogy honnan tudja, hogy jó úton jár-e. Onnan tudja, hogy a Sors nevű intézmény ad hozzá erőt. És vidámságot. Reggel fel kipattan az ágyból, és tetre kész. Nem kell hozzá két kávé, meg rádió, meg semmi, szédölg. Aki reggel szédölög, az tudja, hogy nem jó úton jár. Az biztos. Reggel tetre készen ébred, reggel 5:30. Max 5:30. A felszabadultság ellenereje az nagyon kétes hírben áll. Azt mindenki tudja. Az a megkötöttség és a ragaszkodás. Amikor ragaszkodik valaki valamihez, nem tudja elengedni. Képtelen elengedni. Főleg anyagi dolgokat képtelen elengedni. Minél inkább képtelen elengedni, elfogja vesz, el lesz tőle véve. Találkoztam olyan hölgyel már, de csak példán értékűek jutott eszembe, hogy az édesanyja, mikor meghalt, körülbelül most már 20 éve van, de mondjuk 15 éve láttam utoljára, de addig sokszor, mindig ugyanavval a problémával jött, de az édesanyja, ahogy mikor meghalt, az édesanyja szobájában minden úgy volt, a kabát, a széken, mert hogy az anyuka így, ez extrém szélsőséges példa, de a ragaszkodás a hülyeséghez. Nem tudott elmozdulni. Jön ugyanúgy, fölmondta ugyanazt, amit 10 évvel ezelőtt. 10 év alatt 1 centit nem marad, de a kabát se lett levélve a széktámláról. De ugyanígy nem kell ragaszkodni semmihez. Pont itt beszélgettünk, könyvhöz a fenének a könyv. Lehet kiden, add oda annak, aki még örül neki. Pont Írországból indult el egy nagyon jó, azt mondom, hogy valaki így nem tud megszabadulni a könyveitől, meg egyebektől, Írországból ír turul testvéreink, indították el, már Belgiumba is megy, már a legbalgább belgát is elérte, hogy pont könyvügybe, ami otthon van, és még fel tudok vállalni könyvet, azt így összerakják, és ilyen olyan kávéházakban, ahol emberek beszélgetnek, leteszik, templomba leteszik, ide-oda leteszik, és még beleírnak egy telefonszámot is, hogyha csak ennyi bele van tévedem, aki ezt elvisz, az tudja, hogy
Fölhívja, hogy te köszönöm, vagy tetszett, vagy ányit. Ha nem hívja föl, nem hívja föl. De ha nem tesz bele a telefonszámot, az a legjobb. Akkor tud a leginkább megválni. Mert amíg tesz bele a telefon, az nyugati szisztémára van azért adaptálva, hogy valami visszajelzés azért legyen, hogy nem, letettem annyi. Én sok időt töltöttem a művészvilágba, és ott is a legtöbb művész ettől szenved, hogy nem tud megválni a művétől. Nem tud megválni, követni akarja a sorsát. És akkor mit a 60 évesen életmű kiállításra vissza akarja kérni, akinek eladta 30 évvel ezelőtt, meg nem tudom mi. Olyan hihetetlen görcs. Nem, hát megcsináltad, az nem. A művész dolga nem az, hogy mi lett vele. Megcsináltad, annak lenni, és érdekes. Nincs tovább. Elment. Szóval a megkötöttség és a ragaszkodás az az ellentétje a felszabadultság tündérének. Ragaszkodik élethelyzetekhez, megszokott, beidegződött reflexekhez, gondolatcsapdákhoz. Ha ezt megértjük, hogy ez mekkora akadály, akkor ne hagyjuk, hogy ezek megakadályozzák, vagy semmivé tegyék a lépéseinket, vagy a tetteinket. A következő tündér, az egy nagyon érzékeny tündér, az a késztetés, vagy az ihlet tündére. Inspiráció, úgy is lehet mondani. Nem magyar szó, de az inspiráció, magyarul a késztetés, az ihlet tündére. Ezek nagyon érzéki különbségek a magyar nyelvben is, hogy a sugallat és a ihlet és a késztetés között hol a határ. Mert utána jön a sugallat tündére. Az ihlet és a késztetés tündérénél vagyunk. Ha a tündérek között van szépség, vagy legszebb, akkor ő talán az egyik legszebb. Isten ilyen szép jelenség az éjszaka sötét kékjében jelenik meg, nagyon súlyos gyöngyökkel kivart bársonyba, vagy brokádba inkább úgymond. Mert a bársonyt ma ilyen kornadrágnak néz, ez is bársonynak mondják, ez nem bársony. Nem mindegy, de a brokád és a bársony között csak annyi a különbség, hogy egyik könnyebb. Szövés könnye, maga súlyra is könnye. Mi van a fején? Na, mi lehet a fején? Ezüst. Ezüst, vékony ezüst hajpán. Nagyon driszkét, vékony ezüst hajpán. Picin drága kővel a homlokán. Na, ha már még részletesen. Tekintete a végtelenbe vész. A tekintet, a végtelenbe vesző tekintet, az mindig az alkotás összes lehetőségét hordozza. A kimeríthetetlen lehetőségeit az alkotásnak, vagy a teremtésnek. Azt üzeni az ihlet és a késztetés tündére, hogy elég, ha rábízzuk magunkat a költészet szárnyaira. Magyarság ebben a legerősebb. És azon nyomba tudok nektek beszélni. Amint rábízzuk magunkat a költészet szárnyalására, már tud a tündér nekünk beszélni. Vagy a versen keresztül, megint nagyon szép jelenség volt, csak nem maradt időm, vagy elfelejtkeztem ott a sok kérdésben budapesti lovagelőadáson. Amiről beszéltem, azt József Attila öt sorba összefoglalta, Tusi kiment a könyvesportra, levette a József Attila kötetet, és letette az asztalomra. Az ihletés és a késztetés tündére az az álmainkat is kíséri. Ott tud leginkább üzenni. De hát akiben a vadpörkölt forogál hasába, az, annak nagyon nehézen tud üzenni, mert nem fér hozzá. Inkább úgy mondom, hogy a tündér azt üzeni, hogy sugallatként veled ébredek. Nem is az álom alatt, hanem az ébredéskor már rögzíthető sugallatként veled ébredek. Nem tudom jobban megfogalmazni.
Azt üzeni, hogy a lélek legmagasabb rendű és magasröptű vágyait szeretném beteljesíteni. A te lelked legmagasabb rendű és legszebb vágyait szeretném beteljesíteni. Ez a dolga. Ezért kísérem a kutatókat, a művészeket, a költőket és mindenkit, aki alkotó vágyaiban vélt lehetőségei fölé szeretne kerekedni. Energiáinak átfordítása az az érdektelenség. Érdektelenség névre hallgat a ihlet és a késztetés tündérének átfordítása. Amikor ez elér valakit, akkor életéből kivesznek a motivációk és az örömérzet. Azt üzeni a tündér, az ihlet és a késztetés tündére, hogy ő ekkor sem hagy még cserbe senkit, csak az alkotás és a ihlet és a késztetés úgy néz ki, mint egy letakart szobor a szobor leleplezése előtt. Vagy hogy ott van minden, és arra vár, hogy mégiscsak kukkancs be alá, hogy mi van. És onnan kezdve megint tud segíteni. De az érdektelenség az lezárja a kapukat. Iker testvére, szinte Iker testvére, a sugallat, a sejtelem, a belső hang, a belső hangot erősítő, a belső hang meghallását erősítő tündér. Ő segíti, hogy a belső hangba bízzunk. Az első sugallat, az első gondolat, az első megérzés, a sejtelem, a sugallat tündére. Valójában a felsőrendű akarat áradásának a tündére. Ez a legbátortalanabb tündér. Emberi szavakkal kifejez. Áttetsző jelenség, a legáttetszőbb jelenség. Arcán soha nem látott finomságú fátyollal, de a finomság mögött hihetetlen szépség sejlik át. Vagy álomszép arc sugárzik át egy hihetetlen finomságú fátylon. Annyira finom jelenség, hogy ilyet én nem tudok mondani, hogy mint az előbb mondogattam a többire, hogy milyen a ruhája meg a fejpány. Ennyi, hogy egy hihetetlen finom fátyol és egy hihetetlen áttetsző dolog. Legnehezebb látni. A gyerekek meg, akik látnak, látják. Ihlet és barátnőjét, vagy inkább úgy mondom, többnyire ihlet és barátnője háta mögé bújik. Ihlet barátnője háta mögött szokott settenkedni. Ha valaki az ihlet barátnőjét bizalommal követi, akkor ő is előbújik. Ő is megjelenik. De csak akkor jelenik meg, ha készek vagyunk túllépni önmagunkon. Akkor tudja közvetíteni a felső világ akaratát, vagy segítségét. Aki túl tud lépni az ego korlátain. Ez az a pillanat, amikor képes megjelenni az ember energia mezején belül. Addig nem tud. Valószínű joga sincs hozzá. Amikor meg tud jelenni az ember energia mezején belül, akkor az embernek megadatik a meglátás és az elképzelés precizitása. Annyira érzéki tündér, hogy ha gondolatainkat nem tudjuk kordába tartani, a legkisebb gondolatcsapongásnál azon jobb eltűnik. Szóval nagyon kicsi múlik, hogy a felsőrendű tudat elillan. Megjelenéséhez még az is elengedhetetlen, hogy aki elvárja vagy várja segítségét, az az ember képes legyen elviselni, vagy viselni tudja itt a földnevűn a szépség és a rúdság együttes megjelenését.
Inkább úgy mondom, megjelenéséhez elengedhetetlen, hogy aki az ő segítségére vágyik, hogy el tudja viselni a rúdság és a szépség együttes. Ha nem tudja elviselni, akkor régen rossz. Előbb már mondtam, hogy többnyire az ihlet nővére mögött rejtőzik, de bármikor előléphet. Főleg nagy veszély van, leselkedik ránk, akkor elő szokott lépni. Ehhez van joga, hogyha nagy veszély van, akkor kérés ellenére is még megment bennünket. Jön a sugallat. Ilyenkor egyetlen szóban vagy egyetlen képben képes megmutatni azoknak, hogy merre van az út, akik a szívükre mernek hallgatni. Aki már ekkor is fölülbírálja a szívet a intellektussal vagy az elmereivel, na ott aztán vége a tudománynak. Kérése csak annyi, mert ő a legszerényebb és a legóvatosabb, hogy ne nehezteljünk rá, ha néha erőteljesen be kell avatkozzon. Amikor ő erőteljesen beavatkozik, az a sürgősség jele. Nincs más, már utolsó pillanat. Többnyire ennyit szokott hallani ilyenkor a tündér, hogy szerencsém volt. De a köszönet megint elmarad. Az átlag ember mesél, hogy mekkora szerencséje volt, jött vele szembe a kamion, keresztül is ment rajta, és mégis itt van. De hogy valakinek megköszönje, több ilyen ember ismerek, jön szembe a nagy kamion, és átmegy rajt, és semmi. Hogy mekkora szerencséje volt. Hallottak már ilyen mesék. De hogy ki megköszönje valakinek, az még nem, az fel sem merül. A 12. tündér, ami úgy zárja is a történetet, a megismerés, a megértés és a valós ismeret tündérkéje. Öltözéke a hajnal pirvöröse, valós ismeret alatt azt értem, ami számunkra való, ami a küldetésünkhöz elengedhetetlen muníció, ha az utunkon járunk, akkor megkapjuk. Öltözékét csak a hajnal pirvöröséhez lehet hasonlítani. Hajzatát pipacsok díszítik. A pipacs vöröse és a hajnal pir vöröse együtt. Igen-igen határozott személyiség. Nem olyan, mint az is határozott, de ez még talán az egyik legkönnyebben látható, meg kitapintható, meg érzékelhető tündér. De vagy ott van, vagy nincs. Tekintetében is igen nagy az erő, és igen nagy intelligencia sugárzik. Ő a leginkább kívánt és óhajtott tündér a mai világban. Egyet kér, ha valós megismeréshez vagy valós ismerethez akarunk jutni, ez az ő kulcsa, hogy a düh, a harag eluralkodása kizárja, hogy valós ismeretet közvetíthessen. Vagy betereljen egy olyan könyvesboltba, és a fejedre lökle azt a könyvet, vagy egy olyan tanító elé, vagy oda költözön a gyógyító az utcába, vagy leszálljon a buszról a gyógyítód, vagy a nem tudom mi, stb. Mindenféle lehetőség, ha te elhagyod magadon a háborgás, a düh, a feldúltság erejét eluralkodni. Innen kezdve ő tehetetlen. Valós ismerethez nem juthatsz. Lehet szaporítani a könyvtárat, abba egy könyv sincs, ami lehet, hogy van benne, de azt meg átugrod. Azt az 5 sort, amiben neked szól, azt nem találod meg. Azt üzeni, ha a gondolatainkat a szeretet járja át, és mikor ezt megtapasztaljuk, és utána tudatosan gyakoroljuk, onnan kezdve van módja felnyitni a kapukat. Azt üzeni, hogy nincs értelme semmiféle megismerésnek, ha nem az egyszerűség és a szeretet oltárán áldozunk. Csak ekkor tud olyan tudást átadni, ami előre viszi az emberiséget, meg a személyiséget is. Na, ennyi lett volna a tündérmese.